Becsődölt az uniós szankciós politika, ugyanis nem sikerült térdre kényszeríteni az orosz gazdaságot, erről írt a Magyar Nemzet. A lap kiemeli, ez várható volt, ugyanis az Unió 2014 óta próbálkozik szankciókkal Moszkva ellen, ugyanakkor egyes intézkedések nem hogy gyengítették, hanem még meg is erősítették Oroszországot. Újabb szankciókat követelt Oroszország ellen a finn miniszterelnök kedden az Európai Parlamentben. Sanna Marin szerint fontos, hogy ezek érezhetők legyenek az oroszok mindennapi életében. Minél nagyobb hatást érünk el a szankciókkal, annál drágább lesz Oroszország számára a háború folytatása, fogalmazott a finn kormányfő. Pedig az Unió tavasz óta már 7 szankciós csomagot léptetett életbe Oroszországgal szemben, amelyek egyebek mellett orosz bankok működését korlátozzák és tiltólistára helyeztek orosz politikusokat is. Emellett megtiltották a szén, vas, acél és fa termékek importját Oroszországból, sőt, elrendelték az orosz nyersolaj és a gabona behozatalának tilalmát is az Unióba. Annak ellenére erőlteti még mindig a brüsszeli bürokratákkal válvetve több európai politikus az újabb és újabb szankciókat, hogy azokról régen kiderült, csődöt mondtak. Erről a Magyar Nemzet írt. A lap felidézi, az Unió már a Krím 2014-es orosz megszállása után próbálkozott szankciókkal, amiknek az lett az eredménye, hogy Oroszországnak megerősödött a mezőgazdasága, miközben meggyengült Európa agrár- és élelmiszeripara. Sokan úgy vélik, Brüsszel mégsem ismeri fel, hogy a szankciók több kárt okoznak Európának, mint Oroszországnak. Még úgy sem, hogy a háború kitörése óta Moszkva 158 milliárd euró bevételre tett szert csak az energiaexportból, miközben Európa energiaválsággal és hiánnyal, illetve brutális árakkal küzd. Pedig szakértők szerint, ha Brüsszel megszüntetné a szankciókat, akkor az árak rögtön a felére esnének vissza, és az infláció is megfeleződne. Európa gazdasága pedig újra erőre kapna. Egy társadalmi átalakítási projektet hajt végre a brüsszeli bizottság és a nyugat-európai globalista elitek. Brüsszel igazi célja a szankciókkal, hogy kivezesse a fosszilis energiahordozókat Európából, és azokat megújuló energiával helyettesítse. Erről Kiszeli Zoltán beszélt az M1-en. A századvég elemzője szerint a bürokraták azért akarják a büntető intézkedésekkel mesterségesen magasan tartani az árakat, mert arra számítanak, hogy így kikényszeríthetik a technológiai váltást. Ezzel tudják azt a technológiaváltást végrehajtani, ami az olcsó fosszilis energia mellett nem lenne végrehajtható, tehát például a zöld hidrogénre vagy más megújuló energiákra való áttérés csak akkor térül meg, csak akkor tudják ezt elfogadtatni, hogyha az orosz vagy a fosszilis energiát kikapcsolják, a szankciókat így is kell nézni. A szakértő szerint egyre többen utasítják el a brüsszeli terveket, mert a magas árak és ellátási problémák oda is vezethetnek, hogy nyugaton a lakosság és az ipar számára sem lesz elég gáz, ami az európai gazdaság és az euró további gyengülését is magával hozhatja.